Július 1-ével Udvardi György Pécsi püspök döntése alapján a Bátai Szentvérkegy helyet leválasztották a Bátaszéki plébániáról, és önálló vezetés alá került. Ezzel az volt a célja, hogy maga a kegyhely valóban azt a funkciót tudja betölteni, amely a, a, a feladata lenne. Tehát hogy egyrészt fogadja az zarándokokat, szervezze az zarándoklatokat, illetve, hogy, hogy meglegyen valóban az a súlya, ami mondjuk Magyarország többi kegyhelyére is jellemző. A gondnokság igazgatásával Sümegi József diakónus bízták meg, aki elmondta, hogy az arándoklatra is látogatóba érkezők egy megújult környezetbe érkeznek. A lassan befejezéséhez közeledik a kegyhelynek a teljes felújítása. Ennek a felújításnak a keretében egy Európai Uniós pályázatnak a támogatásával megújult a, a kegyhely teljes területe a templom külső és belső felújítására sor került, megépült a szabadtéri oltár, illetve egy olyan turisztikai központ jött létre, ahol valóban turisták, zarándokok megtalálnak, megtalál, mondjuk akár egész napra lelki és testi szellemi feltöltődésre is lehetőséget. Ennek részeként elkészült a középkori bencés Apátság alaprajzának a bemutatása, tehát végig lehet sétálni a, a középkori Apátságnak a, a falai között, amely egyébként a középkori Magyarországnak az egyik legnagyobb épülete volt. Turisztikai látványosság talán a királyok útja, amely annak a tíz magyar királynak állít emléket, akik a középkorban Bátán jártak. Volt közülük olyan, aki hosszabb időt is töltött itt egy-egy zarándoklat alkalmával. Ezen a királyúton föl lehet jutni a domb tetejére. A másik oldalon, hogyha a templom fölötti keresztúton végig megyünk, Medjugorjehoz hasonlóan egy útvonal vezet föl, ugyanígy a domtetőre, tehát el lehet, mond el lehet, végezni a rózsafüzét is, így is feljutunk. Ha eltekintünk szakrális és történelmi jelentőségétől, a hely, mint természetrajzi jelenség is egyedülálló a térségben. Azért említem a domtetőt, mert csodálatos kilátás van innen, illetve a templomtoronyból is, hiszen egy olyan pontra épült ez a Szentvér kegyhely, ahonnan nagyon messze ellát a szabadon is a szem, ha nyugati irányban nézzünk, akkor látjuk a mecseket, tiszta időben a Pécsi tévétornyot. Ha északi irányban, akkor a Bátaszéket szexár teljes egészében e, ide látszik, illetve hogyha keletnének nézünk, akkor pedig Baját, a Dunaár teret, e, a bácskai falvakat csodálatosan ide látszanak, illetve ha nagyon-nagyon tiszta az idő, akkor még a Kalocsai Székesegyház kettős tornya is látszik. És hát a legújabb e, e, tehát a beruházásnak a legújabb részeként pedig elkészült egy történelmi játszótér, amely kicsiben a Mohácsi csatát akarja megjeleníteni e, a gyermekek számára, és hát ugye ennek az átadása történt most ezen a héten. Mint ismeretes, a Bátai Szentvér templom az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus kapcsán épülhetett meg, az egykori Árpádkori apátság romjain. 2020-ban ismét a kegyhely lett volna az egyik állomása ennek a rendezvénynek. A koronavírus járvány miatt egy évvel eltolták az eukarisztikus kongresszust. Én azt gondolom, hogy ez a mi kegyhelyünk számára egy nagyon nagy lehetőség. Hiszen eddig is a felkészülésben, az eukarisztikus kongresszusra való felkészülésben ben egy, egy lehetőség volt az ide való zarándoklat, és én azt gondolom, hogy a következő év az egy lehetőséget ad még azoknak, akik szeretnének akár csoportosan, akár egyénileg is bátára zarándokolni, azok ezt meg tudják tenni. Egyébként most fogunk nyitni, tehát augusztus 1-ével szombattal nyit a kegyhely. Ez azt jelenti, hogy délelőtt 10 és este 6 óra között a kegytemplom is és a kegyhelynek a teljes területe látogatható lesz. Tehát szeretettel várjuk mindazokat, akik akár lelkileg, testileg töltődni szeretnének ezen a csodálatosan szép és megújult kegyhelyen.